Itt is már velem Dúró Dóra országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettese. Szeretettel köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Az életvédelem kérdéséről fogunk most beszélgetni. Az életvédelem, hangsúlyosan szerepel a Mi Hazánk politikájában. Mielőtt a részletekbe belemegyünk, beszéljünk egy picit a számokról, vagy nézzük át a számokat. 2010-re, hogyha visszamegyünk, 90 ezer volt az élve születések száma, most arra ez 93 ezerre nőtt hozzávetőlegesen. Az abortuszok száma 40 ezerről 23.900-ra csökkent mára. Ezek valamilyen pozitív tendenciát mutatnak. A Mi Hazánk Mozgalom hogyan vinni még el jobb irányba ezeket az arányszámokat? Még ma is, hogyha megnézzük a várandóságokat, akkor azt látjuk, hogy minden ötödik megfogant magyar gyermek abortusz áldozata, és ez egy rendkívül magas szám, nemzetközi összehasonlításban is egyébként. Lengyelországot szokták ugye, mint legpozitívabb példát kiemelni, ahol nagyjából 1000 az éves abortuszoknak a száma. Nyilván ez egy más társadalom, más berendezkedés, ezért nem mondom, hogy egyből arra a számra tudjuk visszaszorítani akár az abortuszoknak a számát, de úgy gondolom, hogy az még mindig sokkoló, hogy minden ötödik magzat abortusz áldozata Magyarországon, és ez részben azért van, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy mit jelent ez a beavatkozás. Sok nő úgy tekint erre, mint ha csak egy sejtcsomóról lenne szó, holott valójában egy élő ember az, aki még az anyamében van ugyan, de magzati életkorú gyermeknek nevezem én, és a Mi Hazánk Mozgalom nem véletlenül, ezzel is tudatosítva azt, hogy valóban ugyanannyi méltósága van, mint a már megszületett embereknek. És a mi javaslatunk a szívhang meghallgatásáról szóló javaslat, tehát az egész pontosan, hogy az édesanya a beavatkozás elvégzése előtt hallgassa meg a magzat gyermeknek a szívhangját, az éppen erről a tájékoztatásról szól, hogy tudatosítsuk, hogy valójában miről is van szó, mert nem egy sejtcsomó az, akiről beszélünk, hanem egy élő, érző ember. Itt a szívhangtörvényről beszélünk itt egész pontosan, amit, hogyha jól emlékszem, háromszor be is nyújtottak már a parlamentben. E tekintetben milyen változás lett? Így van, már többször kezdeményeztük, hogy ezt Magyarországon is, egyébként több nemzetközi példa van erre, vagy hasonló szabályozásra is Macedóniában is, illetve az Egyesült Államok több államában van ehhez hasonló szabályozás, hogy kezdeményeztük. A kormány szólamaiban is halljuk azt, hogy egy keresztény elkötelezettségről, nemzeti elkötelezettségű kormányról van szó, akiknek fontosak a családok, fontos a demográfia. Az alaptörvényben benne van a magzat életvédelme. Így van, hogy a fogantatás pillanatától, és ez egy kulcskérdés, úgy gondolom, hogy mikortól tekintjük élő embernek a magzatot, és ez a Mi Hazánk álláspontja tekintetben egyértelmű, hogy valóban a fogantatás az a pillanat, amikor létrejön az az új minőség, akit embernek nevezünk, és onnantól kezd már csak fejlődik, és teljesen mindegy, hogy az anyamében fejlődik, vagy már megszületett, és itt a külvilágon a szemünk láttára fejlődik egy gyermek, és hogyha ebben sikerülne konszenzust teremteni, hogy valóban a fogantatás pillanata az, ami meghatározó, és onnantól kezdve azonos méltósággal és azonos jogokkal is rendelkezik egy magzat gyermek, akkor valóban történne előrelépés. Ugyanakkor ez egy nagyon kényes kérdés, és erről azt hiszem, hogy ezt nem szabad elhallgatni. Nagyon sok nő és nagyon sok család érintette tekintetben, és fontos hangsúlyozni azt, hogy senkit nem szeretnénk megbélyegezni, senki fölött nem szeretnénk ítélkezni, aki esetleg már átesett ezen, de azokról a társadalmi következményekről is kell beszélni, hogy azok az édesanyák vagy nők, akik az abortusz eszközéhez nyúltak, már egy hónappal később 10-15%-uk megbánja. És ezt követően neki élete végéig együtt kell élnie ezzel a tudattal. Tehát ez nagyon roncsolja a társadalmat, nagyon roncsolja a nőknek a lelkét, és ezt sem szabad elhallgatni, hogy ez valóban így van. És hát sokszor hangsúlyozzák is, hogy itt nem valamiféle szigorításra gondolnak, mondjuk a szívhang törvény bevezetésével, hanem egyfajta tájékoztatásra, ami én úgy gondolom egyfajta pszichológiai képbehelyezése az édesanyának, aki már abortuszra készül. Itt kérdés az, hogy amikor már az az édesanya, aki eldöntötte, hogy abortuszhoz folyamodik, de még utoljára meghallgathatja mondjuk a magzatának a szívverését is, láthatja az ultrahangot, mennyire fordulhat ő vissza az ő döntésétől, és erre milyen külföldi példákkal tudunk szolgálni, hogy pozitívan esetleg
történhet ebben változás? Egy budapesti demográfiai konferencián vendégelőadóként egy macedón parlamenti képviselő is részt vett, aki elmondta, hogy önálluk bevezették ezt a szabályozást, és csak ettől 20%-kal csökkent az abortuszoknak a száma Macedóniában. Tehát én bízom benne, hogy akár 5-6 ezer magzatgyermeket is meg tudunk menteni, hogyha ezt bevezetjük Magyarországon is évente, ami azért nem elhanyagolható szám természetesen, főleg, hogyha hangsúlyozunk azt, hogy életekről van szó. Másrészt azért az is fontos, hogy a nők maguk nagyon sokszor kényszer hatására folyamodnak ehhez az eszközhöz. Tehát, hogyha mi szeretnénk azt, hogy megmentsük ezeket a gyermekeket, akkor meg kell mentenünk, fel kell szabadítanunk az édesanyákat is, és fontos, hogy ők érezzék azt, hogy van más lehetőségük, akárki helyezi őket nyomás alá, a családjuk, a férjük esetleg, vagy a szüleik, nem muszáj azt a döntést meghozniuk, hogy lemondanak a saját gyermekükről, hanem támogatni kell őket abban, hogy az gyermekük életét válasszák egy ilyen szituációban, és ezt ne bánják meg. A 70-es években egyébként voltak olyan vizsgálatok, amikor megtagadták kerekperec az abortuszt az arra készülő szülőktől, édesanyáktól. Tehát nem is csak egy szívhang meghallgatásról volt szó, hanem kerekperec azt mondták, hogy nem végezhetik el, és már egy év múlva a nők 95%-a azt mondta, hogy valójában ez volt a jó döntés, hogy megtartották a gyermeküket, mert ami mondjuk abban a pillanatban, amikor tudomást szereztek a várandóságukról, megoldhatatlan problémának, gondnak, nehézségnek tűnt, az már egy év múlva nem tűnt annak, azon már túl tudtak lépni, holott egy visszafordíthatatlan döntést hozunk az abortusszal. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos tudatosítani a társadalomban, hogy egy életről van szó, egy emberről, egy gyermekről van szó, és hogy ha bármilyen nehézség is éri az embert, vagy nehézségként, terhesként éli meg az adott pillanatban ezt az állapotot, ez nem biztos, hogy a későbbiekben is így lesz. Ugye most külföldi példaként említettük Macedóniát, és Amerikáról is érdemes beszélni. Ott, hogyha az ember utána olvas, akkor láthatja, hogy folyamatosan egyfajta húzavona van a tekintetben, hogy az abortusszal kapcsolatos törvénykezések hogyan alakulnak. Volt olyan időszak, most nem olyan régen, amikor az abortuszt betiltották, akkor rengeteg magzatgyermek menekült meg. Azt hiszem, hogy pont egy szombati nap, mert hogy egy szombati napon menekült meg a legtöbb magzatgyermek, mert hogy a szombaton, Amerikában szombaton végzik a legtöbb abortuszt, és aztán ezt megváltoztatták. Itt e tekintetben, hogy ennyire labilis mondjuk ennek a törvényi módon való szabályozása Magyarországon milyen vonatkozásai lehetnek ennek, vagy ezt hogy látják a jövőre nézve? Azt, hogy van egy világtendencia, és most már fel lehet vetni egyáltalán ezt a kérdést, és nem jár ezzel olyan mértékű megbélyegzés mondjuk a liberálisok részéről, mint mondjuk korábban. Ugye Magyarországon még most is ezt megkapjuk, hogy ez egy nőellenes javaslat, és hogy kegyetlenek vagyunk a nőkkel szemben, holott valójában a magzat az, aki élethalál között van. Tehát én értem, hogy kellemetlen lehet egy anyának akár meghallgatni egy ilyen helyzetben a szívhangot, de az, hogy megölnek egy magzatgyermeket, az még kellemetlenebb. Tehát én úgy gondolom, hogy be kellene hozni a szemléletbe nem csak az, hogy a nők mind mennek keresztül, hanem az, hogy ez a magzatgyermek, neki milyen lehetőségei vannak az életre. És a mi javaslatunk az, hogy csupán arról szól, hogy azzal az eszközzel, amivel ő kommunikálni tud, ez egyedül a szív hangja még ebben az életkorban, azzal legalább egyszer próbáljon meg az édesanyjához szólni, úgymond, hogy valóban ő él, létezik, és nem tehet azokról a nehézségekről, amelyek elé akár az édesanyja kerül ezáltal. A nemzetközi trend az egyértelműen az, hogy a konzervatív álláspont egyre nagyobb teret nyer magának, és az Egyesült Államokban, most legutóbb Oklahoma államban volt, ahol kerekperec kimondták szinte, hogy a fogantatás pillanatától védelem illeti meg, és pont. Én úgy, az Egyesült Államokban ez folyamatosan lényegében egyre több államban sikerül ezt végigvinni. Magyarországon pont azért, mert egy érzékeny kérdés, és nagyon sok család érintett, én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre kell haladnunk, ezért is javasoltuk a szívhangot, de ugyanilyen lehetőség lenne, ha már említette itt, hogy milyen napokon végzik el a legtöbb abortuszt, hogy lennének Magyarországon is abortuszmentes napok, mondjuk egy évben mondjuk 3 kiindulásként, amikor azt mondjuk, hogy nem végzünk abortuszokat,
ez is egy olyan lehetőség lenne, amivel sikerülne tudatosítani az édesanyákban, hogy van más választásuk. A Mi Hazánk mozgalom programjában akkor az első és legfontosabb lépés vagy intézkedés a szívhangtörvény lenne. Milyen további intézkedéseket tudnak elképzelni? Például egy ilyen abortuszmentes nap talán. Így van, ez egy következő lépés lehetne, hogyha az abortuszmentes napokra is sor kerülne. Ezeket lehetne akár valamilyen szimbolikus évfordulókhoz kötni, vagy az aprószentek napjához például. Tehát bármilyen egyházi vonatkozású ünnephez is kapcsolhatnánk ezeket. Úgy gondolom, hogy most egy olyan helyzet van Magyarországon, amikor el kell kezdenünk a szemléletváltást ebben a kérdésben is, és ez a legfontosabb, úgy gondolom, mert ez egy berögződés Magyarországon. Nagyon sokan kvázi fogamzásgátló eszközként tekintenek az abortuszra, holott nem erről van szó, hiszen, ahogyan említettem, a fogantatás pillanatától már egy életről beszélünk, és ez az a szemlélet, ami át kellene hassa a társadalmat most már, de nem szabad ajtóstól rontani a házba nyilvánvalóan, hanem szépen lépésenként, apró lépésekkel előre haladva tudjuk ezt a szemléletváltást véghez vinni, és tovább csökkenteni az abortuszoknak a számát, mert én úgy gondolom, hogy azért abban egyetértünk, hogy az lenne a legjobb, hogyha senki nem kényszerülne rá, hogy ilyen eszközhöz nyúljon. Ugye többször is említettük most is a beszélgetésben, és egyébként is a Mi Hazánk mozgalom többször elmondja, hogy politikai konszenzusra lenne szükségem ebben a kérdésben. Ugye az előbb mondtuk, hogy az alaptörvényben egyébként benne van, hogy a magzati élet védelme az ugye, tehát alapvetés. Ezt a politikai konszenzust milyen lépések megvalósításával tudják elképzelni, vagy ezt hogyan látják? Hát eleve, hogyha egy értelmes és érdemi vita alakulna ki ebben a kérdésben, az már egy óriási előrelépés lenne. Tehát én azt látom most is, hogy egy zsigeri reflexből való elutasítással találkozunk a baloldal részéről, és nem kezdenek el az érdemi kérdésekről beszélni, arról, hogy ők miért nem tekintik már a fogantatást pillanatától életnek, vagy ha akkor nem tekintik, akkor mi az a pillanat, amikor életnek tekintik? Miért gondolják úgy, hogy mondjuk a szülőcsatornán való áthaladás adja az embernek a jogait, hiszen jelen pillanatban a magyar jogban ez a helyzet, a magzatnak nincsenek jogai, ha már megszületett, akkor válik jogalanyjá. Egyébként Sólyom László is egy alkotmánybírósági határozatban írt erről, hogyha az életnek a jogi értelmét is kiterjesztenénk arra, hogy a fogantatás pillanatától már életnek tekintjük a jogban is, akkor ő ezt a rabszolgafelszabadításhoz hasonló jelentőségű lépésnek nevezte. Tehát úgy gondolom, hogy ez kellene, hogy cél legyen, és akkor fog nyugvó pontra jutni ez a vita, nekem meggyőződésem, hogyha elismerjük azt, hogy nem a születéstől tekintjük élő embernek a másikat. Ugye érdemi vitához viszont olyan szakvéleményekre, szakavatott véleményekre és emberekre is van szükség, akik ugye hitelesen tudják ezeket az információkat kicserélni egymás között és képviselni mondjuk a saját gondolataikat, és az emberek számára is úgy tálalni, hogy ez elfogadható legyen. Például a Mi Hazánk mozgalom körében milyen szakembergárda van, aki mondjuk ebben érdemben tudnak részt venni? Nagyon sok szakértünk van nekünk is, illetve rengeteg civil szervezet van, akik ezzel foglalkoznak, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt az álláspontot, ezt a rendkívül nehéz küzdelmet felvállalják, és azokról beszélnek, vagy azok helyett beszélnek, akik nem tudnak még beszélni, és nem tudják még magukat megvédeni. Itt Téglási Imrét kell első helyen említenem, aki az Alfa Szövetség vezetője, aki nagyon sok szakanyaggal segítette az én munkámat is, és ezúton is köszönetet mondok neki. De említhetném Situl Esztert, ugye a Citizen Go-t, illetve Görgei Zsuzsáékat, vagy Budaházi Eddát, tehát nagyon sokan vannak a civil oldalon is, akik ezt a küzdelmet felvállalták és támogatják, illetve ne feledkezzünk meg Gavra Gáborról, az ATV.hu főszerkesztőjéről sem, aki szintén konkrétan a szívhangos javaslat mellett is megszólalt publicisztikában is, és rendkívül megható módon igyekezett érvelni amellett, hogy itt valóban arról van csupán szó, hogy az utolsó szó jogán megszólaljon a magzatgyermek és életében egyszer kommunikáljon az édesanyjával.
Nem beszélve arról, hogy egy magát kereszténydemokratának valló kormánypárt is van az országgyűlésben, tehát én nagyon bízom benne, hogy végre elindul egy változás e tekintetben. Ugye sokat beszélünk az édesanyákról, akik az abortusz döntése előtt állnak, vagy már azokról, akik ugye meghozták, és azokról, akik ezen a traumán végigmentek, és az ő életükről. És kevesebbet beszélünk azokról az orvosokról, vagy egészségügyi szakemberekről, akik ezeket az abortuszokat végrehajtják. Gondolom, hogy volt alkalmuk, lehetőségük beszélni, párbeszédet folytatni ilyen orvosokkal. Mit tapasztaltak? Én úgy gondolom, hogy az orvosoknak is van felelőssége ebben, és az egész államszervezetnek van felelőssége abban, hogy mennyire igyekeznek az édesanyát lebeszélni erről, vagy neki, inkább nem is azt mondom, hogy lebeszélni erről, hanem megmutatni azt, hogy van más lehetőségük, mint az abortusznak az elvégzése, és ez nagyon fontos. Tehát minden egyes orvosnak és minden egyes védőnőnek is felelőssége van a hétköznapokban, hogy a hozzáforduló édesanyáknak mit tanácsolnak, hogyan segítik őket, és e tekintetben és úgy gondolom, hogy egy elég erőteljes szemléletváltásra szükség lenne, hogy ők is partnerek legyenek abban, hogy megpróbáljuk megmenteni ezeket a magzat gyermekeket. Egyébként vitatni szokták azt is, hogy erre egyáltalán van-e lehetőség, ugye, hiszen olyan korai stádiumban is már orvoshoz fordulnak az édesanyák, amikor még nem hallható a szívhang. Igen. Ugyanakkor az Egyesült Államokban már sikerült 4 hetes magzat gyermeknek is meghallgatni a szívhangját, és Magyarországon is rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyek már 6 hetes kortól biztosan tudják a szívhangot meghallgatni. Tehát én úgy gondolom, hogy technikai akadálya nem nagyon lehet annak, hogy ezt a szabályozást bevezessük, illetve hogy végre is tudjuk hajtani. Most hogy látja azt, hogy a szívhang törvény elfogadásra kerüljön? Ez még mennyi időt, energiát, milyen intézkedéseket vesz igénybe, mondjuk a mostani pillanattól kezdve? Hát úgy gondolom, hogy ezt akár egy rendelettel, akár egy törvénynek az elfogadásával a kormány meg tudná tenni, akár holnap, és hogyha ezt a egészségügyi intézményekkel egyeztetve be tudják vezetni, úgyhogy Macedóniában be tudták vezetni, akkor úgy gondolom, hogy Magyarországon sem lehet semmilyen technikai akadálya. Voltak egyébként olyan kormánypárti képviselők, akik megtapsolták az erről szóló felszólalásomat, illetve folyosón oda jöttek, és mondták, hogy ők egyetértenek egyébként ezzel, úgyhogy most igyekszem őket is csatasorba állítani, hogy sikerüljön ezt a változtatást elérni. Igazából bármikor vezetjük is be, vagy bármikor is hozzuk meg ezt a szabályozást, onnantól kezdve néhány héten belül mindenképpen végre lehet ezt hajtani, tehát ez nem egy olyan nagy eszközigényű, vagy nagy beruházásokat igénylő változás lenne, ami időt venne igénybe. Ugyanakkor minden egyes nappal újabb és újabb magzatgyermekeket tudunk megmenteni. Dóró Dóra volt a vendégem, köszönöm, hogy befáradt hozzá. Köszönöm a lehetőséget.